Ez örömmel szolgál, hogy végülis a csapat ebben az évben is NB1-B is lesz. Tehát ebből adódóan azt az ígéretemet, amit korábban tartottam, fogom tudni tartani. Vagyis az elkövetkező szezonban is a Győr Szol ZRT lesz az NB1-B-s férfi kosárlabda csapat legnagyobb szponzora. Az együttes tavaly ugyan kieső helyen végzett, ám a sors úgy hozta, hogy mégis bent maradhatott a másodosztályban. Éppen ezért a klubvezetés igyekezett erősíteni a nyáron, hogy ebben a szezonban ne legyenek problémáik. Új edzővel, a Sárváról érkezett Kozma Tamással kezdték el a felkészülést augusztus 8-án, és azóta 36 tréninget vezényelt le a szakvezető. Új játékosok is érkeztek az egyetemi csapatba, mint Fülöp Attila, Hegedűs András, vagy az 57-szeres válogatott ős falkós szombathelyi Pankár Tibor, aki a Vasiakkal már egyszer feljutott a második vonalból az NB1-be, sőt, bajnokságot is nyert már a sárga-feketékkel. Amikor én csatlakoztam a Falkóhoz még annó 1992 környékén, akkor ők pont följutottak az átcsoportba, és onnét lehettem részese annak az egész működésnek, egészen napjainkig, ennek a röpke 19 évnek, utánpótlástól a felnőtt tagságomon keresztül. Itt viszont egy fokkal korábbról tudok bekapcsolódni egy csapatnak az életében, ami azért szerintem nagyon felemelő, és egy kicsit más feladat is. A kosarasok pontvadászata a jövő hét végén kezdődik. Az új edzőhöz és játékosokhoz új célok is dukálnak, vagyis ebben az évben már nem a kiesés ellen akarnak küzdeni. A csapattal szembeni elvárás, hogy végezzen a középmezőnyben a szezon végén.